Besenyei György oldalági leszármazottja, Besenyei Balázs nagyapja pipáját ajándékozta a nyíregyházi közgyűjteménynek a megyeházán, a Besenyei Társaság alapításának, és maga Besenyei György születésének 270. évfordulójára szervezett emlékülésen. A felvilágosodás kiemelt alakja és a magyar irodalom újjászületésének egyik legfontosabb költője volt a Szabolcs megyei Tiszabercelen született Besenyei György. Eszméi, gondolkodása és művei a múlt, a jelen és a jövő egyik alappillére a nemzet és a magyar irodalom számára. Nagy megtiszteltetés a család számára, hogy ilyen rangos rendezvényen itt lehetünk. Én nagyon remélem, hogy ez a kapcsolat Nyíregyháza és a család között újabb mérföldkő lesz. Én 1984-ben csináltam GMK-t Nyíregyházán, de fogalmam sem volt, hogy ez a társaság működik. Mentségemre legyen szólva, hogy 80 és 90 között tudomásom szerint a Besenyei Társaság be volt tiltva, tehát nem működött. Én nagyon remélem, hogy a kedves rokonnak a gondolatai ma is alkotó módon hozzá tudnak járulni Nyíregyháza, a megye és az ország előrelépéséhez. Meg voltam hatódva, amikor láttam az előadóknak a nevét, hogy ilyen magas szintű emberek vették a fáradtságot, hogy Besenyeinek a dolgaival foglalkoznak. Én nagyon remélem, hogy a mai tanácskozás maradandó nyomot fog hagyni Nyíregyháza kulturális életében. A Besenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság egy pályázatot is hirdetett a középiskolások számára, amelyben arról írtak, milyen aktualitása van a költőnek a 21. században. Végül két pályázatot is kiemeltek, a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és a kisvárdai Besenyei György Gimnázium diákjainak munkáit. Nagy örömünkre szolgált, hogy megmozdultak a diákok, nem is gondoltuk volna, hogy egy ilyen régen született és a fiataltól távolságban lévő költőnek a gondolatai megmozgatják őket. Nyíregyháza a három középiskolája, Kisvárda, Máté és Szalka középiskolásai pályáztak, és rendkívüli műfaji tarkaságban, hiszen az eszén versen kívül előadás, prezentáció és film is érkezett be. Nagyon ötletes volt mindegyik. A tudományos emlékülés célja a Besenyeivel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása volt. A régi magyar irodalom mindig tud új válaszokat adni a jelenkor kérdéseinek. Az előadók több éve vagy akár évtizede foglalkoznak a 18. századi nyelvfilozófiával. Ezt a korszakot nevezzük ugyanis a magyar nyelvújítás korának. Ennek kiemelkedő alakja Besenyei György is. Engem igazából az érdekelt, hogy mi áll e mögött. Mi az az elmélet, ami alapján az a néhány ember, aki fontosnak tartotta a korban, elkezdjen a magyar nyelvvel foglalkozni, fontosnak tartsa azt, hogy a tudományokat Magyarországon is fejleszteni kell. És ez most egy remek alkalom volt, hogy a Besenyei György írásait megvizsgálva az ő nyelvfilozófiai képzettségéről, az őt ért nyelvfilozófiai hatásokról értekezzek. A Besenyei család története nem csak Besenyei Györgyről szól, egészen a honfoglaláskorig visszanyúlik. A család első ismert őse Öcsöb vezér, de a rokoni szálak nyomon követhetőek egészen napjainkig, hangzott el az ülésen. Ami érdekesség a családfán, hogy ha már nem Besenyei néven mentek tovább a családtagok, hanem leányági leszármazottként más családnéven mentek tovább, ők is tartották a rokonságot a besenyeiekkel. Itt szeretném megemlíteni például Gróf Teleki Pál miniszterelnököt, aki leányágról volt leszármazott, a híres gávai ezredes Rakowski Sámuelt, és még nagyon hosszasan sorolhatnám azokat a családtagokat, akik szintén fontosnak tartották, hogy ők besenyei leszármazottak. És ami igazán kuriózum, az a Rédei ágról való leszármazás. Második Erzsébet brit uralkodó nő, 11. fokú unokahúga Besenyei Györgynek, a híres testőrköltőnek. Az emlékülésen Bánszki István örökös elnöknek egy emléklapot is ajándékozott a Besenyei Társaság, amely a megye kulturális életének meghatározó szereplője már évtizedek óta. A Besenyei Társaság az valóban egy olyan kulturális értéket képvisel, amelyre egyszerre emlékszünk arra a novumra, amely Besenyei életútja azért nagyon sokat jelent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is, és ők ezt képesek voltak átörökíteni a jelenbe. Szabolcs vármegye első köztéri szobrát 118 évvel ezelőtt avatták, ez Besenyei Györgyöt ábrázolja. Akkor Ferenc József király külön engedélyével érkezett ide a magyar királyi testőrség, akik díszőrséget álltak. Most, 2017-ben Simicskó István honvédelmi miniszter engedélyével szintén hasonló ünnepélyes keretek között helyezték el a résztvevők az emlékezés virágait Nyíregyházán.